315. éve, hogy Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választották, ennek apropóján hirdették meg 2019-re a Rákóczi emlékévet. A Tatai Kuni Domokos Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett konferenciát Rákóczira emlékezve. Tatáról nem tudjuk, hogy a Rákóczi korban milyen események zajlottak Tatán és környékén, hogy mikor volt Kuruckézen, mikor volt Labanckézen. Az Eszterházi Antal, aki az Eszterházi Józsefnek a testvére volt és idővel a fejedelem szolgálatába áll a Habsburg oldalról. Az ő története sem ismert teljesen, de egyértelmű, hogy a megyében fontos események zajlottak a korszakban. Ehhez tartozik a Nyergesújfalu környékén zajló áttörés, illetve ütközet, a karvainak mondott erőd, ami Nyergesújfalunál van, akár Esztergom ostroma, de ma hallhatunk egy előadást Komárom várának ostromáról is, amely új elemeket hoz a dunántúli hadjáratba. Az emlékév apropóján próbálunk nem csak a katonai eseményekre emlékezni a konferencia keretén belül, és bízunk benne, hogy minél szélesebb körhöz eljutnak az új eredmények is. Fontos megemlíteni azt, hogy ma Magyarországon kevesen foglalkoznak a Rákóczi korszakkal, de szinte mindenki örömmel vállalta, hogy előadóként nálunk szerepelhessen. Itt szeretném kiemelni azt is, hogy az Eperjesi Egyetemről is jöttek előadást tartani, ami azt jelenti, hogy a konferencia nemzetközivé terebélyesedett, így a szakmai értéke még magasabbá vált. A Rákóczi szabadságharc Magyarország egyik legnagyobb függetlenségi küzdelme volt, viszont a vereségek ellenére egy stabil békét sikerült létrehozni. Ennek részleteiről Cigány István, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum korábbi igazgató helyettese beszélt a konferencia résztvevőinek. A császári hadsereg az a Európa akkori élvonalbeli hadereje volt. Magyarország a magyar hadsereg egy gerilla harcmóddal tudta gyakorlatilag az országnak a jelentős területét kézbe tartani, és hozzájárulni ahhoz, hogy végül is egy legnagyobb hadsereg ellen egy kompromisszumos békét tudta kötni. Ez azért volt fontos 1711, mikor megkötötték a békét a császáriakkal, mert egy gyakorlatilag 200 éves folyamatos háború a török ellen, majd a különböző rendi felkelések és szabadságharcok után egy békés építő munka kezdődött meg az országba, és a gazdaság azt tudott fejlődni. Ebben egy jelentős szerepe volt a Rákóczi szabadságharcnak, ugyanis kivívta Magyarország számára, ha nem is a függetlenséget, de a Habsburg birodalmon belül egy állami különállást. Az emlékévhez kapcsolódva egy korabeli ruházati kiállítás is várja az érdeklődőket a Tatai várban, ahol második Rákóczi Ferenc díszegyenruhája is látható.